Csá népek! Polákmentes szerveket kívánok! Hoztam egy csatát a G-sor 1800-zal, a Brit Premium táras TD-vel, a pálya Malinovka, lőhetjük a heteseket, és szerencsére kibaszott nagy mag, hogy nincsen köcsög autista a csatába, azaz klikker. Na nézzük is, AP a standard lőszerünk, 226-os pen 320-as alfa, oldunk APCR, 321-es pen 320-as alfa, 4 darab skuló van a tárba, lőszerenkénti betöltés az 2 másodperc, hát és 42.01-nél töltünk újra. És már egyébként a nagyban a pofoszkodás, és sajnos módon be se töltöttem, de lassan betöltök. Ja, és egy zászlós mód. Próbálok lőni, amit tudok, hogy levakarjam a lightokról az ellenállást. És sajátosan módon itt is be fog bizonyosodni, ez az ágyú nem képes a snap lövésekre. Hát a Lynx az megmenekül. A Pitcher 43 terrort fenn a dombtetőn az meg óvatlan. Sajátos módon hiába van jó betöltési idő táron belül, meg kell várni, míg az ágyú leszűkül, láthatod, hogy ellövöd magad, és akkor már éppen be van töltve az ágyú bőven, de még nem szűkült le. Hát nyilván egy lila töltésgyorsítóval, vagy szűkülésgyorsítóval ezt lehetne ezen kicsit hegyezgetni még, de az most pont nem elérhető. Na, addig legalább 2x2 lőszer bement. Jön a Lynx, sajnos nincsen gándepem. Igen, próbálok egyet segíteni. Sajnos nem tudom kivégezni a fiút. Elrontottam. Hát igen, jó van, legalább bement 3 lőszer, a 4-ből az is valami. Feldagadtunk már 948 damage-ra, és ilyenkor nagyon hosszú 42 szekes betörtés, és egész hosszal is fog nyúlni ez a csata. Próbálok segíteni a dombtetőn lévőknek, de egyébként még annyira nem tudok itt se úgyse kapkodni, mert balhé van, azaz semmit nem tudok egyre csinálni. Nézegettem fent a heavy short, hátha, és aki szerencsére előselett spagettó is, igazából ez olyan ez a ágyúnak a szűkülés, mint hogy mi heavy-t akkor lövözne az ember. Na, hát akkor megvan még Scorpion V is, ő is szerencsére kapott egyet agyba, meg szerencsére egy track plusz damage-ra beköszöntöm a Pitcher 43 ternek, és ha elnéztek bal oldalra a minimapra, akkor láthatjátok, hogy lassan az A44-ünk el fog párologni a T34x3-mal és a Leo-val szembe. Azt most kiderül, hogy még lesz ott egy Scorpio is. Ja, és persze megint töltünk. Ez ilyen. M445 stokkosra nem játszik, T25 AT nem játszik, T832 nem játszik. És igen, ráasszimiláltam, hogy baj van, mert elfogyott a bal oldal, szegény A44-es eddig bírta. Nem csodálom. Három tankkal, tank ellenébe, és a Scorpio G kurta ki onnan. Úgyhogy eléggé szarban van. És tigrisünk sem lesz olyan hűde nagy szerencsés, de egész sokáig bírni fogja. Áronaink is ott éppenséggel pucolja le a dombtetőt, már 3 kill-je van, nekem meg még 0. És minimál HP van a T34x3, és nem tudok annyira kimenni, hogy egyszerűen el tudjam lőni a fiút. De azért nem is lassítok le, mert tök fölösleges. Már jönnek viszont erre az LT, a két lightunk jön, az LT meg az LTG is jön erre fele. De majd a Scorpióba is be tudok egy keveset tenni. Hát a Leo-ról lemaradok, de gyorsan el is kapták a Leo, Tigris elbombázta, nagyon király. 9-6-ra megyünk, a hegy a miénk, a 8-32-es tolják lefele, de az a baj, hogy ez meg fog változni elég becsületesen. Ott a Scorpio G, hát nem, itt nem fogom tudni előni, hogy visszaadom magamnak a speed boostot. T34x3-at szerettem volna még kibombázni, legalább legyen egy darab killem. Jó, hát mondjuk nyilvánvaló a Progetto meg a maradék TD segít a T832-nek. Egész parádéssal le fogja hozni ott a hegyoldalt. Megvan a Scorpio G-nk. Szerencsére a Scorpio G lepattalodra, meg én éppen nem találtam el. És ilyenkor van jó nagy szarba az ember, hogy egyszerűen nem tudod a szűkülni az ágyú. Itt meg van, nem figyeltem, hogy icipici kilóg a Scorpio G-ből, de mire oda tudtam volna érni, addigra elhúzza a belét. Hát remélem, mondom, akkor én rámegyek. Egy lövése van a haláltól, mondom én, akkor ezt az egy lövést beleengedem a fiú testébe. Hát nem kellett, mert Scorpio G vagy lányos zavarába, vagy direkt belement a vízbe és megfulladt. De meg nem bírtam előni, de se baj. Elfogyott a standard lőszerünk. Már a goldot töltögetem befele, és az LT-432 velem, rendesen. Meg az LT-432-t sem fogom érteni majd mindjárt a chatre be fog majd firkálgatni a linksünknek, ahol miben teljes egyértek a linkszel. Mindjárt meglátjátok. Én gyorsan be is töltöttem. Scorpio G-t szerettük volna, ugyebár nyilván a hegyoldalt nézem az utolsó
pozíció, de hát aztán benn vannak ugyebár az alsóron a Szent Emillel együtt. Ugye, és a T-832 lepirgált a hegyoldalt, közben az LT-nk elkapta a Spragettót. És mindjárt beírja a Lynx, hogy hát, vagy a, lehet, hogy menjél Lynx, hát a Lynx meg hülye lenne 10 HP menni. És vissza is ír neki, hogy menjél, te neki csak 10 HP-je van. Így is van, igaza van. Egyértelmű. Csak hát nyilván az LT az valamire nagyon hajtott, biztos még kellett volna neki még egy kill. Tigrisünk hősül megy előre. Én meg nyilvánvalóan nem megyek, mert TD vagyok. Ráadásul egész, hát nem azt mondom, hogy jó, hanem eléggé szar support egy TD ez is. Se olyan látótávolságunk, se olyan gununk, se olyan kamunk, mint egy norm, itt tudom, egy Erheimnek. Jó, nyilvánvaló Scorpionnak ritka szar a kamója, de viszont láthatod, hogy kapott egy 508-ast, ez lehetett éppenséggel a Scorpio-gé is, de mindjárt kibasszák a tigrisünket, ergo az azt fogja szimulálni, hogy hogy éppenséggel a Szent Emilyen is nagy gán van. Na mindegy, én nem tudok egyelőre itt mit kezdeni, mert nincsen szemünk. És benn van egy tár repesz, mert azt töltöttem be, hát ez éppenséggel nagyon nagy probléma volt, mert most nem tudok mit tenni, nem fogok újra tárazni és időt feszíteni. Inkább akkor majd minimálisan beleteszek a T-832-be. Biztos, hogy kirőgött a srác, de ez van. És most akkor, hát ezt egy takihussan elbasztam, ez van. Sajnos módon el nem tudtam mit tenni, nem erre számítottam, hogy mondom, esetleg itt a soron fel fog spotolódni majd a TD-k, de én nem véletlenül írogatom be, hogy mikor fogok betölteni, hogy úgy számítsanak supportra, hát ezt majd az LT-432 majd ezt meghazudtolja, mert ő majd megy előre, és épp hogy alig marad némi damázsom a legutolsó tárból, mert ő jolózik befele, jolószveng lesz. Na, hát T-832-ről leesett a spot. Igen, én villogtatónék, hogy itt vannak benne a TD-k, csak kéne valami spot, mert hogyha egy picit megvillantja, akkor én már őket, amint elővik ők egymást, vagy magukat elővik, én a négy lőszeres tárból meg fogom tudni őket dugni rendesen. De nem, tehát az LT-432 nem így gondolta. Az E-25 meg próbálja szépen spotolgatni a T-832-nket. Közelebb osonok. Hát, ha rálátok majd a 8.32-re, szerencsére rá is látok, szűkülünk, torony oldal, bement egy vakon, hál' Istennek, viszont kicsúszott a proximból, de viszont most jön közelre, ezt durván elrontottam, lányos zavaromba, ez van. Viszont feldagadtunk 3293 damázsra. A Lynx fenn van a domboldalt, gondolom próbálja szopatni a T-8.32-t, hát a 8.32 meg elrontotta ezt a kimenetelét. És egy gyorsan be is tudtam magamnak végre húzni az első killemet, úgyhogy 3758 damage plusz 1 kill. És igen, én nyomogatom azt, hogy kérod egy kis help nekem, de folyamatosan prüttyögöm be azt, hogy nekem mennyi az újratöltés. És szerencsére minden a két light meg tudja oldani, az E-25-nek ben van kempen. Hát, Scorpio-géről lemaradtam, Szent Emil kibaszta a Lynx-et. Én még mindig 9 másodperc vagyok a betöltéstől. Ilyenkor rohadt szar sokat várni, mert itt van előtted oldalt a célpont. Kibaszott szép, kibaszott jó, lehetne durrogtatni. Hát akkor szerintem egy gyorsan elkapta az LT-t is. De ha várt volna a kisfiú, akkor megmenekült volna ettől a végzetes lövéstől. Hát ez van. Hát ez eléggé hosszúra nyúlt ez a kis balhé. De viszont kénytelen voltam taktikusan mozogni. Be is vetettem volna magam így full HP-n, de hát esély lett volna rá, hogyha nem, mindegyiknek nagyot rollol a gán, a Szent Emilynek is, meg a Scorpio-gének, akkor egy-egy lövés is ki is pukkantam volna, annyit meg nem ért volna. De hát nyilvánvaló, hogyha engem elítéznek, akkor attól függetlenül még talán az E-25 be tudta volna húzni a bázist, de mondjuk a Scorpio-gé gyanítom, hogy az pikpak odaérne, és az E-25 nem lett volna annyi bűve, hogy azt szétbombázza, bár mondjuk egylövéses volt a Scorpio-gé is. Na mindegy, ezen már kár agonizálni, a balhét megnyertük, szerintem még életemben nem lőttem ennyit ezzel a G-sorral. Eléggé necces vele néha játszani, nagyon trükkös az ágyú, nagyon tudja szopatni az embert, az ilyen snapshotokra egyáltalán nem alkalmas. Na mindegy, legalább ez egy jó kis csata volt, 2 kill, 4183 damage, 507 assist, csá népek!